nagyon szeretnénk egy rendezvényben összefoglalni, hogy mi is a célunk, akkor ezek a rendezvények azok, ahol nagyon sokat lehet tenni az egészségért, a megelőzésért, hiszen a mozgás a kulcsa. Magyarország egyik legnagyobb eseményen vagyunk, kétnapos futófesztivál, 39. Telekom Bivicséta, és sét van az egész ország. Ez egy szenzációs program, ez a futás, ezt mindig nagyon élvezem magam is, és a szemmelvesztesek is, akik velünk itt vannak együtt, a kollégák. Óriási az a félmaraton, amit itt ilyenkorra lehet futni, ezzel mindig jelen vagyok a Bivicsétán, és egy nagy élmény minden alkalommal. A Semmelweis Egyetem is képviselteti magát, részben több csapat, váltóban, illetve egyéni futók révén, másrészt pedig több sátorral kitelepültünk. A célunk az részben egy szűrés biztosítása, vércukor, koleszterin és vérnyomásmérés. Emellett újraélesztést is oktatunk. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy ilyen gyakorlatias, élményszerű formában tegyük meg, ilyen valósághű szimulátorbabákkal, hogyha valaki azonnal és szakszerűen akcióba lendül, és megkezdi a hatékony újraélesztést, azzal valóban életeket lehet menteni. És számunkra is egy meglepő tapasztalat volt, hogy a gyerek milyen fogékonyak erre, hát már a kisiskolás és aztán a gimis korosztálytól, a végén már ők küldték oda később a szüleiket, hogy nekik is megmutassák. A 2022. júliusában műtöttek, és azóta is aktívan próbálok visszakerülni a sportéletbe, hiszen a műtéten megelőzően is egy olyan 10-15 éve triatlonozom. Vegyes váltó maratonban futottunk operátjainkkal együtt. Nem nézzük az időt, különben nagyon kínos lenne, mert legalább perceket vernek ránk orvosokra kilométerenként. Mindig nagyon jól esik a futás. Én trióban versenyeztem, és egy nagy megtiszteltetés volt, hogy ebben a csapatban most itt részt vehettem. És hát egy nagy-nagy köszönet a tanár úrnak, mert ha nem lenne, akkor most én sem tudtam volna itt lenni. Az, hogy most itt így együtt futunk, az azt jelenti, hogy készülünk erre, tudjuk, hogy lesz ez az esemény, és tudjuk, hogy nem kerülhetünk szégyenbe mellettük, tehát igazából ők is ugyanúgy karba tartanak minket. Olyan kollégák vannak itt, akik részt vesznek a hozzánk kerülő súlyosabb sérültek rehabilitációjában. Kicsit ennek az egésznek is egy missziós értéke van, de hát azt próbálja sugallni, hogy minden további nélkül kerekesszékesként is ki lehet mozdulni, el szabad jönni, érdemes eljönni, mert egy csapat részévé válsz ezzel. A rendszeres testmozgásnak ugye a megelőzésben rendkívül fontos szerepe van, de aki valamilyen betegséggel rendelkezik, természetesen fontos a diagnózis felállítása, illetve a kezelés megkezdése és folytatása is, de számos betegség mellett természetesen biztonsággal engedélyezhető a sporttevékenység. Mind a szabadidősport, mind az élsport támogatása kiemelt feladata az egyetemnek. Élményt ad, közösségi élményt, amikor futunk, sok ezer ember együtt ugyanazt csinálja, egy szem vagy a láncban, ez egy fantasztikus érzés. Mi gyakran szervezünk közös sportolást, nagyon erős összetartó ereje van. Annyira jól sikerült, hogy remélem, hogy ez megmarad most már hagyományként, és jövőre ugyanezt ismétlődik.